Töltik a locsoló kocsikat a Szabadi úti temetőnél, a Győrszól itt saját kútjánál látja el vízutánpótlással a nagy teljesítményű autókat. Egy-egy járműbe 5 köbméter víz fér, amit körülbelül 20 perc alatt szét is locsolnak az utcákon. Ez a két nagyobb autó a fő közlekedési útvonalakon, egy másik, kisebb locsolóautó pedig a belvárosi utcákban permetez friss hideg vizet, hogy egy kicsit könnyebben elviselhetővé tegyék a kánikulát. Már múlt héten megkezdődött a Győrben az öblítő, frissítő útmosás tömegközlekedési útvonalakon, illetve a belvárosban. A héten hétfőtől teljes kapacitással végzi a Győrszol ZRT, ez pedig azt jelenti, hogy minden erre alkalmas gép az utcán van 10 és 18 óra között. Két nagy teljesítményű gépünk dolgozik az autóbusz útvonalakon, főleg azokon az útvonalakon, ahol nincsenek fasorok az út mellett, illetve egy kis gépünk pedig a belvárosban, a sétáló utcákban, a szükebb közlekedő utakon, a szélesebb járdákon juttatja a friss vizet a burkolatra. Kimondottan közérzetjavító intézkedésről van szó, melynek a lényege, hogy a környezetünket, a körülményeinket, a közlekedésben résztvevő körülményeit próbáljuk egy kicsit jobbá tenni. Be is szálltunk az egyik locsolóautóba, hogy testközelből mutassuk meg, hogyan hűtik a győri utcákat. Ezúttal a Szigeti Attila úton haladt a locsoló kommandó, de ezekben a napokban mindenhova eljutnak a frissítő permetet szóró járművek. Ezek mellett pedig éjjel-nappal működnek a város csobogói és szökőkútjai, hogy kicsit enyhítsenek az egyre elviselhetetlenebb hőségen. Minden ivókutunk teljes kapacitással működik, ezzel együtt a csobogók, szökőkutak, illetve a különböző vizes alkotások is működnek. Nagyon fontos, hogy a szökőkutakba, a csobogókba nem szabad belemenni, kezelt víz van benne, fúvókák, világító testek lehetnek bennük. Ez egy balesetveszélyt hordoz magában. A szökőkutak tekintetében elegendő, hogyha közel megyünk a vízfátyolhoz, akkor is érezzük a frissítő hatását. Az ivókutakból pedig ivóvízminőségű víz folyik, mindenki kedvére frissítheti magát belőle. Állítólag csütörtök délutánig tart a szaharai hőség, akkor legalább 10 fokot hűlhet majd a levegő egy markáns hidegfrontnak köszönhetően. Péntekre már csak 30 fok körüli meleget jósolnak, és egy kicsit frissebb levegőt egész Magyarországon, és így Győrben is.